Mai vendégemmel együtt szerepeltem a Far VIP 4. évadában. A csapatunk vezetője volt, személyisége megosztotta a TV nézőket mondjuk az enyém is. Úgy éreztem, hogy beszélnünk kell egymással, ez most megtörténik. Vendégem Ripley Zsuzsi. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Szia Zsuzsi, üdv a klubban! Szia Levi! Hogy vagy? <laughs> jól, köszönöm szépen, mert nézed, vártam. Nézed a műsort? Igen. Már vártam. Mire készülsz? Hát vártam, hogy itt üljek vele Hogy készülsz szembe. valamire, leszámolásra. <laughs> nem, dehogy de is. De hogy is. Na, hogy, hogy vagy. vagy? Jól, köszönöm szépen. Most per pillanat egy kicsit fáradtam, de összességében véve egyébként jól. Zajlik az élet. műsor, hogy tetszik? Érdekes visszanézni. Igen? Hát, hogy... ah, mit persze. mondott, vagy mi az érdekes? Igen, hogy hogy működtünk kívülről, nyilván mi lett összevágva abból, amit mi ott csináltunk, dolgoztunk, műveltünk. Másik csapatot is érdekes visszanézni, hogy ők... Én azon bealszom. <gül> <gül> Igen, hogy róluk milyen kép, <kül> képlet lett kialakítva, úgyhogy érdekes szerintem mind a kettő. Azon gondolkodtam, hogyha mondjuk engem küldötök át a másik csapathoz az első nap, akkor mi történt volna, hogy ültem volna a sarokba, és folyt volna a nyála unalmamban, vagy mit történt volna, vagy neki megyek a Rippelfrinek, és neki megyek a diktatúrának, vagy mit történt volna. Volt róla szó egyébként. És? És te mentettél meg mi? <laughs> Itt basztod <el> az életed. Itt <laughs> <Basztom el. gül> Én, Én, rakaszkod... Én ragaszkodtam hozzá, hogy te maradsz nálunk. De ugye az volt, hogy az icát akartátok először átküldeni, nem? Igen, az icát szerettük volna, így van egyöntetőleg. Igen. igen, Aztán igen, meggyőztek igen. a fiúk. Hát igazából lényegében igen, meggyőztek a fiúk. ugye és akkor jött a karesz, hogy ő felajánlotta saját magát, hogy majd ő átmegy, megy, mondtam, hogy ő nem mehet. És, és, akkor így mindenkit sorba vettünk, és akkor volt el és még maradtam is És akkor mondtam, hogy hát te a fejed miatt nem mész. <síns> <síns> Áldom ezt szemet azóta is. <síns> és, és hát így ment, a misi. Ugye, aki nem látta a műsort a legeslegelső napon, a kettő csapatnak így kellett cserélni egy játékost, Igen. és a pirosok átküldték hozzánk Szabi Esztet, köszönjük szépen. Ez Mi pedig cserébe, vagy hát ti cserébe küldtétek Kótai Aki van. aztán fel is adta a játékot rá egy hétre nagyjából. Elég, elég Igen, hangar. mert kikészült ott a, a pajtában. De szerintem nálunk egy... is feladta volna egyébként a játékot. Nem vékeben annyira biztos egyébként. Lehet. Jobb volt a hangulat nálunk, szerintem. Az tény. <laughs> nálunk nem lehetett elaludni. Az biztos. Az biztos Főleg az elején, amikor a Karcsi és a Szabi ott hadakoztak egymásra. Az kemény volt. Oké, okay, figyelj, ugye a műsor első felében te voltál a vezető, ugye uh -huh. Karcsi után. Karcsi igen. nagyjából fél ciklusig volt a vezetőnk, így vagy van, másfél igen, ciklusig. Van. Utána te lettél a vezető. És a, a te uh, stílusod amit, amit te ott mutattál magadból, az elég sok nézőnél felrántotta a szemöldököt, és elég kemény kommenteket kaptál azzal kapcsolatban, hogy dirigálsz, azt is kértek, hogy erőszakosabban beszélsz az emberekkel. Mit éreztél te ebből? Ott egyrészt személyesen, másrészt egyébként adod -e ezeket a kritikákat, vagy pedig nem Aha. tartod jogosnak? Uh -huh. Ö, az, hogy erőszakosabban beszéltem emberekkel, ezt visszakérdezném, hogy hol például? Uh -huh mert én nem tartom magam egy erőszakos embernek a való életben sem, és szerintem benne sem voltam erőszakos. Um, nagyon sok embernek szerintem az a baja, hogy fogalomzavarban szenved, és összekeveri a szezont a fazonnal, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. Az tény, hogy eléggé irányítós típus vagyok. Én úgy gondolom, hogy... Hogyha valakit megválasztanak vezetőnek, ugye hát most nézzük nyilván a farmot. A vezetői szerep a soha, soha nem egy hálás szerep. Tehát az, azt el kell fogadni, azt meg kell csinálni. Fog tetszeni embereknek, és nem fog tetszeni embereknek nyilván. Ahhoz hozzátartozik tartozik az, hogy igenis irányítanod kell az embereket, utasításokat kell kiadnod, én, ha benne vagyok egy feladatban, én nagyon feladatorientált vagyok egyébként. Tehát én nagyon a feladatra koncentrálok, hogy az meglegyen. Nyilván farm persze egy játék, oké, nézhetjük úgy is, hogy egy játék, de hogyha például Hogyha nem nyertük volna meg uh, azt a két ciklust, amit én vezettem, akkor utána uh, nem lettünk volna már annyian ott a sárga csapatból, mint, amennyian, mint amennyien mondjuk ott voltunk a mai napig bezárólag, hogyha az adást nézzük. Tehát uh, lehet innen is, lehet onnan is megközelíteni a dolgokat. Az, hogy, uh, az, hogy kinek, uh, kinek mi megy át a műsorból, és ki mit gondol, az alapján a a pár perc alapján, amit lényegéből, amit, amit lényegében egy emberről látnak egy napból összesítve, azt szerintem nagyon kevés ahhoz, hogy, hogy véleményt alkothassanak róla. Ez tény, feladatorientált vagyok, hogyha arról van szó, akkor igenis irányítom az embereket, de én nem tartom magam egy erőszakos embernek, és szerintem nem voltam az. Uh -huh. A kommentek megviseltek egyébként, főleg, hogy igazságtalannak látod őket? El szoktam olvasni a kommenteket, de én nem szoktam belemenni, nem szoktam válaszolgatni. Azt láttam, hogy például te válaszolgatsz, Laki Zsuzsi válaszolgat. A saját oldalamon válaszolgat. Saját oldalam, de szerintem, mindegy, láttam szerintem a farmos oldal is, mint ha válaszoltál volna, nem? Um, nem tudom, én nem szoktam ezekre válaszolni, hogy ugye élőzünk, akkor van pár, amit beolvasok, és arra válaszolok, akár pozitív, akár negatív, de úgy gondolom, hogy messzire jött ember azt mond, amit akar, és uh, én tudom, te tudod, akik ott voltunk, tudjuk, hogy mi történt. És ez annyira pici szegmens, és szerintem a kommentelőknek, hogyha most csak a negatív kritikákat nézzük, nem hiszem, hogy uh, sok értelme lenne, akkor vegyük elő a pozitív kritikákat is, és akkor vessük össze a kettőt egymással. És akkor úgy van értelme a kommentekről beszélgetni. <haz> De akkor nem visel meg az ilyenfajta kritika. Van egy-kettő, ami kinyitja a bicskát a zsebemben nyilván, tehát hogy azért uh, nyomdafestéket, nem tűrő dolgokat is le tudnak írni, nem csak rólam, hanem mondjuk mindenkiről, aki mm. is szerepelt a farmban, és uh, ezt szerintem azért, mint, mint ember egy kicsit uh, soknak találom, mert hogyha uh, egy-két kommentelő megkérdője, megkérdőjelezi azt, hogy hol van mondjuk belőlem az emberség, vagy mondjuk belőled, vagy bárkiből a játékosok közül, akkor magára visszavezetve ugyanezt a jelzőt, tehát ő belőle hol van. De persze, ráadásul otthonról, úgyhogy egyikünket se ismerés nem volt velünk, csak lehet egy fél órát mondjuk belőlünk, és az is emberre osztva az tényleg percek Így egy van, műsorban. Tehát nem tartom annyira relevánsoknak ezeket a kommenteket. Az, hogy te magadnak való ember vagy, ezt elmondtad többször a műsor folyamán, Ez hogy te azért sem akartál, vagy azért sem nagyon tudtál, kiadni munkafázisokat másoknak, mert hogy te hozzá vagy szokva ahhoz, hogy te magad végzel el mindent. Én is én vagyok, egyébként erről beszélgettünk bent, Igen. hogy én is én magamnak való vagyok, és egyedül csinálok mindent, és nem nem dolgozom úgy csapatban, klasszikus értelemben véve, hogy, hogy egy brigádot kelljen vezetni. Ez neked honnan jött, tehát hogy miért lettél te ennyire magadnak való nő? Fú, hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem talán gyerekkoromra lehet visszavezetni, nekem a szüleim három műszakban dolgoztak engem lényegében a nagyszüleim neveltek fel, mert nyilván a szüleim folyamatosan munkában voltak. Aztán később az iskolában is, tehát általános iskola, középiskola folyamatosan valahogy úgy szocializálódtam, hogy folyamatosan ki voltam közösítve, jó tanuló voltam, négyes, ötös tanuló voltam. Mindig csúfoltak, hogy jaj, persze, mert hogy te ilyen kis puncsos vagy, mert jobba vagy a tanárokkal, és soha nem lógtam el semmilyen óráról, mindig ott voltam, tudod és um, nem tudom, valahogy, valahogy, így jött ki, így jött ki az életemben. Megtanultam azt, hogy, hogy tényleg az van elvégezve, amit én megcsinálok, és nem számíthatok senkire és semmire, mert, mert hogyha belegondolsz, bárki is van melletted, gondolok én most párkapcsolatra például, akkor is, hogyha van egy tényleges szituáció, azt neked kell megoldanod. Te hozod meg azt a döntést, te elszod, a te vállalod fel, a te arcod van ott, te mondod ki az át vagy bét, tehát ott lényegében egyedül vagy. Mm. És, és én nagyjából mindenre így tekintek. Az van elvégezve, amit te csinálsz, meg, vagy az van jól elvégezve, amit te csinálsz, meg? Azt nem tudom eldönteni, hogy jól van elvégezve az, amit én csinálok, meg, de az biztos, hogy el van végezve, és a legjobb tudásom szerint végzem el. Mm. <laughs> Oké, okay, visszatérve még amit mondtál arra, hogy akkor eh, ahhoz vagy hozzászoktatva, hogy döntéseket neked kell meghozni, tehát igen. hogy a párkapcsolaton belül is most eh, sokszor... Hogyha igen. múlt vissza, hát -e akkor is így keresem, hogy akkor te hordod a gatyát? Sokszor igen, mint ahogy az a játékból is kiderült, nekem egy nagyon erős személyiségem van, egy karakterem, mint mindannyiunknak, ugye a sárga csapatból, és én nőben nagyon erős vagyok. Tehát, hogyha ha nem olyan férfi van mellettem, aki két lebal áll a földön, és most képletesen mondom, hogy oda csap az asztalra, és hogy viszi a stafétabotot, akkor én automatikusan odaállok. Uh -huh. És nem szent egyszerűen csak ilyen a programom. Ugye te színésznőként is dolgozol, és mellette és jogoktató is, is uh -huh. vagy, de beszélj most a művészeti részéről a dolognak. Uh -huh. A színésznői ambíciók azok mikor jöttek? Már egészen gyerekkorod óta foglalkoztatott ez, vagy pedig már a felnőtt korodban jött elő? Nem, legelőször modellként dolgoztam, Uh, és a modellkedésből jött egyébként a színészi ambíció. Rengeteg reklámfilmben szerepeltem, nagyon sokat dolgoztam Isztabóban a témban, és nagyon-nagyon sok reklámfilmet csináltam. Az egyik ilyen nagyon-nagyon vicces például a Hasdubler voltam, egy Müller. Hasdubler? Hasdubler. <hállt> Tehát, hogy kicsit teltebb volt a, a szereplő, és akkor te hasad volt, mert ilyet vékonyabb volt? E, nem, hanem pont az, hogy a, a modell nagyon-nagyon vékony volt. Ja. És a sportosabb vékony, kellett, és volna. kellett igen Igen, igen, igen. És akkor az én hasamon gurították le a kismányját, nagyon vicces volt. De volt egyébként, még rengeteg meséken film volt, amiben játszottam, és és innen jött lényegében, hogy ez nekem tetszik, és hogy lehet, hogy ebben több is lehetne. Uh -huh. és, és akkor itton elvégeztem két színiskolát, és hát így. Így lettem lényegében színésznő. Most hol játszol? Most hol játszok? Most a játékszínben játszom, és a Kazán István Kamara Színházban is játszom. Ezek milyen szerepek? A játékszínben a Kölcső a lakás darabban játszok. Uh -huh. Éppen. Évek óta játszok. Nagyon szeretem, nagyon szeretik a darabot. A Kazán István Kamara Színházban pedig van kettő darab készülőben. Az egyik az egy ilyen társadalomkritikás darab, a másik az egy nagyon komoly, az egy inkább dráma, és, és hát régen is rengeteget játszottam velük, drámákat, monodrámákat, a ott nem nagyon. Monodrámákat? A monodrámákat, igen. Na, az egyszemélyes azt jelenti, aki esetleg nem <laughs> tudja a nézők ezen. előtt. Igen. Nem, azt nem tudom, én nem láttak téged színpadon, tehát hogy nem tudom, hogy a... Gyere el egyszer, meghívják. El is akarok, mert most lehet, hogy ez nem hangzik majd jól, de nem is van a tehetséged ebben, tudod? Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyire vagy drámai színésznő, és mennyire... Elégi. Tényleg? Igen. Igen, legalábbis az én szakmai tanárom azt mondta, hogy nagyon. Uh -huh. De nézd meg pár filmet, nézd meg a Maradék 8 a Drága Elzet, azért vannak fent filmek. Ha ráemész az IMDB oldalamra, ott mi, azért... Megnéztem, hogy nem néztem, meg én, minden, hát hát, el, igen. Nem Csak minden, ugyan minden van őket. fent. Nem minden van fent, de, de azért jó pár fent van. Oké, okay, mert amit én láttam rólad, ugye mm. ez egy sorozatban volt, ja, igen. másik csatorna sorozatán volt, eh, ahol a pap szeretőjét játszod, vagy a pap szerelmét játszod? Hát inkább ez a szerelme szeretője. A szeretője az nem teljesen igaz, de hogy így mind a ketten oda vannak egymásért, és inkább ilyen uh, testi jellegű vonzalom mindkét fél irányából az, ami van. És ott az egyik jelenetben ledobtad a a igen, hogy ez... Az, hogy te egy jó csaj vagy, jó alakod van, és voltál ugye a prémiter, és majd akarok beszélgetni, mm. ez mennyire befolyásolja a te színésznői karrieredet? Tehát, hogy van rajtad egy bélyeg, egy békjó, amiatt, hogy te A BQ a, a óta rajtam van. Uh -huh. Tehát annak úgymond nem ez miatt van rajtam békjó, hanem a playmétség miatt van rajtam, de nem csak egyébként nem csak a playmates hanem hogy a modell tehát hogy valaki, vegyük csak azt, hogyha valaki modell, tehát ha valaki modellből szeretne színésznő lenni, soha az életben nem fogják komolyan menni hmm. nem értem, hogy miért egyébként, mert a kettő nem zárja ki egymást, Amerikában rengeteg példát látunk arra, hogy rengeteg modellből lett nagyon-nagyon jó színésznő és ez akár itthon is miért ne lehetne így de, de itthon nem ennyire elfogadó a társadalom szerintem. Hát alapvetően a színészet is, ugye itthon azért a, a színházi színészeken kívül azért a filmszínészet, mint olyan, az nem igazán nem létezik. létezik. Hívatosan, Tehát, hívatosan, hogy, ez így van. hogy ugye én is színésznek készültem, drámatakozatra Igen, jártam tudom, iskolába, és is. én azért nem is mentem ezen az úton tovább, mert nem volt filmes és sorozat Aha, színészet akkor és itthon. Külön, és nem is voltak. Nem voltak gyártva ilyen tartalmak, és a színház engem nem annyira vonzott az ismétlődése miatt valójában. És azért is katapultáltam ebből a körből. Tök jó lenne, hogyha lenne itthon tényleg ilyenfajta tartalomgyártási dömping, és készülnének... Tehát a, a magyar filmek azok készülnek mostanában. Azok a sorozatok, azok kicsit készülnek. Kicsit visszaestek a tévékben, azt látom, hogy nem nagyon diáltanak fikciót, de hogy hogy, hogy szuper lenne, hogyha ez tényleg így kinőné magát, és tényleg kiforná magát. magyar filmgyártással inkább az abban, hogy mindig ugyanazokat az embereket szerepeltetik. Tehát megvan kb. két kaszt, és akkor egyik oldalon mindig ugyanazok vannak, és a másik oldalon is mindig ugyanazok szerepelnek. Hmm. Tehát nagyon nem látsz friss úlést. Szóval, hogy a bélyeggel magadon te um, levetkőztél ebben a sorozatban? Mm -hmm. Jó ötlet volt, hogyha komolyan lehetőséget keresel? Mm, utólag visszagondolva, most már nemet mondanék rá. Mm -hmm. de, de nyilván az ember életében mindig vannak olyan döntések, amit, amiket utólag megbán, és uh, nekem ez egy ilyen döntés volt. De ez most már így maradt. Tehát, hogy így... Ez most már ott van, örök nyoma <laughs> ez van az, most az interneten. Ott van az interneten. Így Ahogyan a playmétségednek is örök nyoma marad, bár láttam, hogy levetettetted a képeidet egy-két helyről, vagy nem mm. volt ilyen? Volt, 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 volt. volt. De miért te döntöttél így? Mm, nem tudom, egy időben nagyon zavart. Nagyon zavart, mert lépte nyomon csak ezzel jöttem szembe, mert az emberek úgy gondolják, hogy ha, ha valaki valahol egyszer levetkőzik, akkor, akkor így neki nincs, nincsenek értékei, nem, tud, nem ért semmihez, nem képvisel semmit, csak van egy szép külsejés, és, és kész pont. Pedig ez pont nem ennyiből áll. Miért jelentkeztél a Playmate versenyre annak idején? Hát ez egy nagyon érdekes. Én egy vidéki lány vagyok, és vidéken nőttem fel. Nem nagyon volt fogalma, fogalmam arról, hogy hogy működnek ezek a dolgok, akár a szépségverseny, akár a Playmate verseny. És, és úgy gondoltam, hogy most igazából az volt ott, uh, verje nem, a, nem, rosszul mondom, a hozzá hozzátartozik az, hogy én pont a Playmate verseny előtt végeztem el a modell nem sokkal, egy évvel körülbelül előtte, és, uh, és ugye a fotósom, a Makleri Tóth Attila, aki csinált életem első portfólióját, ő hívott fel, hogy van ez a verseny, és nem ellenek kedvem jelentkezni rá és igazából annyira fingom sem volt róla, hogy konkrétan miről van szó. Oké, tudtam, hogy Playboy meg Playmét, de hogy konkrétan most hova helyezzem be kategóriában, szintben, nem tudtam. És annyit kért cserébe, hogyha ha megnyerem, akkor majd hagyjuk csinálja meg róla a sorozatot, és mondtam, hogy persze, magamban úgyse fogom megnyerni, hogy miért én nyerném, meg már. És tényleg így mentem el a versenyre, tehát, hogy nem nagyon foglalkoztam vele, hát és mit ad Isten, pont én nyertem meg. Mi volt ott egyébként a feladat, tehát, hogy le kellett már vetközni fotókon, vagy az csak a, a, nyertesnek volt egy ja, ilyen Nem, most csak a nyertesnek volt, Aha. bikinis képek készültek egyébként, és amikor megnyerted, akkor utána, utána volt róla egy ilyen félakt én azért hívom félaktnak, mert hogy igazából deriktól lefelé nem látszódott nálam semmi. semmi. Semmi semmi egyképpen sem. Milyen kis visszafogottak voltak akkor, nem? Én arra kínosan ügyeltem, hogy még ja. véletlenül sem. Te kérted ezt külön? Nem kértem, de azért egy idő után van érzéked az, hogy a kamera elé hogy kell beállni, és hogy mi látszódjon és mi ne látszódjon a fotókon, tehát hogy nem... Tudom, nekem is vannak ilyen képeim. Na lehet, tudom. Azt nehezebb eltakargatni, tudod. Igen. Uh, um, Azért érdekes ez az életút, mert ugye mondott, hogy négyes ötös tanuló voltál, uh -huh. jó tanuló voltál, emiatt egyébként cseszegettek is az iskolában, Igen. tehát, hogy ki is volt-e közösítve. És hát egy jó tanulónál nem ez szokott lenni a, a, a pálya, hogy utána elmegy egy prémét versenyre. Igen, nem egyből mentem el prémét versenyre, tehát nekem közben édesapám meghalt, éves koromban, az egy ö, váratlan. Ö, helyzet volt, és, és onnantól kezdve olyan életpálya felé kellett orientálódnom, anyukám meglátása szerint, amiből pénzt tudok csinálni, és most nem a modellkedésre gondolok meg, a plémétségre, úgyhogy onnan elmentem, és nekiálltam fodrász mesterséget tanulni, úgyhogy az lett a szakmám. Ez egy fix állás, arra Égy van. van. pontosan, pontosan. Tehát, hogy ez egy három éves suli volt, aznak azt elvégeztem, utána jött a, az intenzív érettség, ugye ez a két éves gyorsított, és, és utána úgy alakult, hogy elköltöztem Szigetváról, feljebb költöztem a, a Magyarországon, a térképen kicsit feljebb helyeztem a bázisomat, nyilván ott volt egy párkapcsolatom, az nem működött, mert mint kiderült, az úri ember úgy gondolta, hogy azt lett otthon, hogyha nő, akkor jó, hogyha ütik, verik, és uh, pszichésen bántalmazzák. És akkor mondtam, hogy én viselted? ezt... Engem nem bántalmazott szerencsére, Mertem. fizikálisan nem, viszont uh, lelkileg és pszichésen mindenféle szempontból igen. Uh, nagyon nehéz volt egyébként tőle uh, elszakadni és elszabadulni, szó szerint. Ez általában az ilyen kapcsolatokból Hors egyébként szóval nehéz. nehéz volt, és... Uh, és utána költöztem fel Budapestre. Akkor, amit felköltöztem, Budapestre elhelyezkedtem egyébként üzletvezetőként, dolgoztam egy jó évig, másfél évig, és, és közben jött, megkerestek egy ilyen lehetősége, hogy van egy ilyen tanfolyam, egy ilyen modell tanfolyam, amit el lehet végezni, és gondoltam, hogy miért ne. Nyilván akkor már úgymond idős voltam a modellkedéshez, voltam 21 vagy 22 talán, és ugye a modellkedést 10 évesen kezdik el a lányok. És hát én akkor kezdtem el, és, és az első szerződésem egyébként az pont Isztambulba repített egy hónapra. Nem féltél? Életem első repülése volt, először hagytam el Magyarország területét, tehát, hogy és így... És pont Isztambulba? és pont Isztambulba, úgyhogy úristen, az Art az volt egyébként az anya ügynökségem, ők már is létező és működő ügynökség, nagyon szerettem őket, nagyon cukik voltak, meg tényleg ott álltak mindig mellettünk, bármire szükségünk volt. Úgyhogy hát akkor indult úgymond a nagybetűs élet, akkor kezdtem el tapasztalatokat gyűjteni a, az életből. És kikapcsolt? Tehát, hogy jó volt kiszakadni, és egy Én másik imádtam, országban lenni? Imádtam. Figyelj, hát de rengeteg helyen jártam, rengeteg helyen élt, éltem, rengeteg Sorold embert. El, hogy vagy, hogyha ezt tudjuk persze, a teljeség igénye nélkül akár, hogy néhány ne, ország, persze, vagy persze, a néhány bármit. város. Hát uh, rengetegszer hm. dolgoztam, tehát hogy azt hogy többször egy hónapot voltam kint. Ez a karaktered miatt? Tehát, hogy a, a kreolbőr kreol bőr, Igen, 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 igen. Aténban is, Barcelonában, Milánóban, Rómában, uh, Lyonban, Uh -huh. Most így pár más nem jut az összembe. Uh -huh. Igen. Melyik volt a kedvenc város, vagy a kedvenc ország? Barcelonát lett, nagyon szerettem. A mai napig nagyon szeretem. Egy pezseg az élet azért? Aha, igen. Uh -huh. igen, 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 igen. Jó kis bulik. Meg jó, tehát, hogy teljesen más a, a temperamentuma az embereknek, az életnek, a, a, az élethez való hozzáállásuk, ahogy élnek, ahogy nézik az életet, úgyhogy e, az szerintem nagyon-nagyon pozitív. Ilyen modelfletekben laktatok? Igen, igen, igen. A igen több igen, lány igen. lakott együtt. Így van. Vagy bírtak elviselni. <tható> <tható> De imádnak. <tható> akkor még nem volt annyira kiforradt az egyéniségem. <tható> <tható> Oké, okay, akkor nem dirigáltál még, tudod. Nem, hát ott wc ezt ott behúztam, behúztam még fülem farka, mert azt sem tudtam, merre vagyok, arccal előre. Plusz, hát a legelső utazásom alkalmával én al meg alig beszéltem angolul is. Aha. Tehát, hogy az még így, úristen. Vagy kint tanultál meg angolul ezeken a, ezeken a uh, modell Tanultam már az iskolában is angol, angolul, ugye Szigetváron, de hát uh, azért az nem volt olyan, mint amikor így bedobnak a mélyvízbe, és akkor na, most mindenhol angolul kell hmm. megszólalnod. Úgyhogy igen, egyébként az utazásosokat sokat... Uh, Javítottak az angolomon, aztán majd sok-sok évvel később kiköltöztem Amerikába, és hát ott meg nyilván az ember azért megtanul angolul. Kiköltöztél Amerikába? Igen, igen, Mért? éltem kint. Volt kint egy párom. Hm. Volt kint egy párom, és hozzá költöztem ki. És van szólt kártyát nem minden? Nem, nincs. Ja, gittem, nincs. Hát, is hát is. volt házasságra is szó, de aztán uh, um, én úgy döntöttem, hogy nem is hozzájöttem a másik rossz az döntés az életedben azon ki, hogy engem nem kötél a pirosakhoz. Igen, ezt a frány az még meg kellett volna szerezni igen, az egyébként. De egyébként igen. viccet férjött, tényleg. <laughs> És a Leventét kellett volna a pirosakhoz, az a másik, ez a kettő, amit igen. <laughs> ami így visszaköszön az, de ez az most életedben. Mert így van. <laughs> így. Figyelj, a modellek között az, hogy te Playmét voltál. Mm -hmm. Ez mit jelentett? Tehát, hogy ott azért komolyabban vettek, vagy a playmétek tulajdonképpen a modell kaszton kívülesnek, mert hogy a modellkedésben az akt az általában azért egy ilyen nagyon fashion, nagyon művészi akt, nem pedig Igen. a glamour akt. Igen, hát szerintem kívülesik egyébként. Ez egy külön kaszt, hívhatjuk így is, de lényegében nem volt ebből hátra a modellkedésben. Hm? Olyan problémánk volt, hm. hogy ahol éppen dolgoztunk ügynökségen, Uh, lefoglaltak minket uh, egy csomó fotózásra minden, és megjött éppen a ügynökség vezetőjének a barátnő, aki történetesen ugyancsak modell volt, és mm. magyar, és hop, minden munkák eltűnt, és megkapta a <laughs> hölgy. <laughs> tehát, hogy ilyen volt, és nyilván a mai napig van, mm. de ezen kívül más nem. <laughs> Milyen férfiakat vonz be az, hogyha valaki plémét, tehát hogyha valaki megmutatta a testét meztelenül, hiába oda nem mutatta meg a. a fő lényeget, de ugye mellett az látszott, és a képek fent vannak az interneten, egy magazinban, Persze. tehát hogy tulajdonképpen bárki láthatja. Ez így van. Van-e emiatt féltékenység, vagy van-e emiatt esetleg a későbbiekben gúnyos megjegyzés? Milyen férfiak keresik az ilyen lányok társaságát? Figyelj, igazából mindenre van példa. Tehát hazudnék, hogy azt mondanám, hogy csak ilyen vagy csak olyan van. Alapvetően tőlem tartanak a férfiak. Uh -huh. Tehát én sem vagyok egy nagyon ismerkedős típus. Um, szeretem megtartani a határaimat. Um, ahhoz, mint... Uh, tehát, hogyha egy férfit nézek, ahhoz, hogy például oda jöjjön hozzám, uh, elmondások szerint szedniük a bátorságukat. Ezt, nem é, fel, így nem, ezt mondták yeah. többen. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért, mert, hogy nem vagyok egy emberevő típus. Én alapvetően kedves vagyok mindenkivel. Tehát, hogy hogy... Én szeretek kedvesen hozzáállni az emberekhez, mert szerintem, hogyha amit adsz, azt kapsz vissza. Alapesetben. <laughs> azt kaptad vissza. Később, azt vissza. Nem vagyok benne biztos, majd megbeszéljük később. <laughs> szóval azt mondom, hogy alapesetben még egyszer kihangsúlyozom. De persze nyilván, tehát, hogy az emberek mindig kellenek egy kis ját játék. Tehát, hogy a játékok azok szerintem így szebbé varázsolják az életet. De, de ennél több nincs. De hogy nem vonzol be, vagy nem vonzottál be inkább mondjuk volt időben öm, rossz energiákat pont a vetkőzések miatt? Nagyon nem. Én egy-két próbálkozás volt én itthon ilyen kis ismert ö, ö, emberek, férfiak. Ö, úgy neveket gondolták? Kiérek, nem, <laughs> ne, mert aztán itt levágnák a fejünket, a térdet és meg az enyémet is, hogyha neveket elárulnék. Vicceltem. Persze. És akkor ők úgy gondolták, hogy nyilván ők mindent megtehetnek, és akkor csak úgy elkérik a telefonszámomat a szerkesztőségből, és akkor majd így ők elhívnak jobbra-balra, és akkor így elmagyaráztam nekik, hogy nagyon cukik vagytok, meg kedvesek vagytok, de jelenleg van párom, és vele tervezem az estémet tölteni, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, de majd szerintem találtok mást. Visszagondolva, megbántad a plémiát versenyt, hogyha most a jelen nézed, vagy pedig a tervédet mm. nézed, amiket éppen magadban szövegedsz? Figyelj, hogyha választhatnék és visszaforgathatnám az időt, biztos, hogy nem jelentkeznék rá. Mm. Nem kérdés. De az akkori fejemmel, és uh, annyira kis naív voltam, és tényleg nem fogtam fel azt egyébként, hogy ez mivel jár majd a jövőmet nézve, vagy a jövőmre való tekintettel. És, uh, és aki mellettem volt uh, párom, ő azért jóval jártasabb volt a világban, de neki sem volt annyi össze, hogy esetleg azt mondja, hogy te figyelj, ez nem annyira jó ötlet. Uh -huh. Tehát, hogy uh, um, és nem öt hibáztatom, ne érts félre, csak hogyha valakivel együtt akkor nyilván megbeszéltek dolgokat, véleményezed a másik esetleges lépését, és főleg, hogyha ha jobban rálátásod van ezekre a dolgokra, és esetleg adsz tanácsot, hogy mond, a vagy bét. Mm, nem csinálnám már meg. Akkor sem, hogyha ez lendített a karriered, de mennyi lendített De pont rajta. ezt akartam egyébként mondani, és tök jó, hogy gondolatolvasó vagy, hogy viszont anélkül meg Ismernek nem lennék. a tenyeremet. Tényleg? Csak hiszed. <laughs> De anélkül meg nem, nem ülnék most itt veled, és nem beszélgetnénk valószínű. Mm. Sokan vannak egyébként, így van a a barátnőm, mm -hmm. aki szintén ugye levet között még azt hiszem az orosz prébolyban, vagy az ukránban, igen, nem tudom, a kettő közül és ő is bánja, de az volt az a lépés, ami aztán abba az együttesbe bejuttatta, ahova, volt aha, az ami aztán, végül, aztán átjárt az egész, vagy bejárt az egész, egész Kelet-Európát. Nyilván nem azt mondom, hogy azért, mert egyébként egy tehetséges volt meg mindent, tehát hogy végigcsináltak hmm. egy tehetségkutatót, de hogy ott figyeltek fel rá, Réboly hmm. fotói alapján. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami Ja, ja, bélyeg, meg bék jó, de valójában meg... Van pozitív és van negatív aha. oldala, is, mint mindennek, amit az életben csinálsz. akkor, ez történt tőled, akkor ez menő volt azért. Tehát ez most hogy oké, visszatekintve 2023-ban, lehet, hogy lehet, hogy nem túlságosan, nem tudom, én me és, és, feminista, és nem tudom, milyen nézőpontú, de akkor az nagyon menő volt. Azt tény, akkor menő volt. Igen. Mondjuk egy hátrányos helyzetem származott belőle egyébként, amikor elbuktam miatt egy, egy reklámfilmet. De miért? Szeretek volna egy, egy terméket reklámozni, és annak kerestek egy arcot, ugye a reklámfilmbe, egy pont egy ilyen karácsonyi szezon előtt volt, és beválasztottak, ugye mint színésznő ment a moda mert történt körülbelül pár évvel ezelőtt ez az eset. Tökéletesen megfeleltem, már ruhapróbára ő hívtak, leegyeztettünk mindent, majd egyszer csak közölték velem, hogy ott ültem bent, és ez egy nagyon megalázó helyzet volt egyébként. Ott ültem bent a, az ügynökségen, ott volt az ügyfél, ott volt a, a korunk egyik legelismertebb egyéb, legelismertebb ö, ö, rendezője egyébként, akiről beszélünk, és az ő ö, munkatársai. És mindenki ott ült, én kint ültem, ugye várakoztam, de nyilván egy légterben volt az egész és közben az ügynökségemmel egyeztettek telefonon, és úgy beszéltek rólam a vállam fölött, mint hogy ott se lettem volna. Mm. És így hallom jobb balról az infokat, közben az ügynököm hív telefonon a, az ügynökség, tehát, hogy te figyelj, azt mondják, azt mondják, mert hogy ők úgy gondolták, hogy, hogy, mert hogy én annó szerepeltem a, a Playboy-ban, ez a termékükhöz nem illik, és nem való arculát, és akkor így én is visszakérdezem, hogy ne haragudjatok, XY ö, a mai ö, tévét, hogyha nézzük, ugyanúgy szerepelt ezekben, és nagy nevekről beszélünk, idősebb hölgyekről, most már egy kicsit, és mondom, ők is ugyanúgy szerepeltek termékreklám, ö, termékek ö, reklámozásában, és mondom, mi a különbség? De van egyébként meg itt vagyok is személyesen, nekem is le lehet mondani, nem kell a fejem fölött beszélni, mint hogyha itt sem lennék. Hát én ezektől ki vagyok. Aha. És például ez egy ilyen eset volt, amikor, amikor a saját bőrömön éreztem meg ennek a hátrányát. Most mondtad az idősebb hölgyeket, és ugye rá kell kérdeznem a műsor kapcsán egy Nem már! Nem már! Ugye ott a leges napon uh -huh. volt egy összezöldülésed a bíró icába, és nem is az érdekel, arról elég sokat beszéltetek akkor, uh -huh. hanem az érdekel, hogy ott te nagyon pontosan reagáltál arra, mi történik. Uh -huh. Gyakran van az veled, hogy, hogy nálad Érettebb nőkkel összetűzésbe keveredsz, akár a, a külsőd miatt, akár a, akár a habitusod miatt? Alapvetően a nőkből nem túl pozitív dolgokat szoktam kiváltani a kinézetem miatt. Hmm. Ez tény. Ez bátorít kimondani egyébként? Ismer szerintem, hogy őszinte vagyok, és elmondom, amit gondolok és amit érzek. Nyilván van az, az ellentétjére is példa, tehát hogy, és hál' Istennek egyébként ma már egyre több példa van az ellenkezőjére, mint 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 arra, hogy hogy féltékenyek lennének, vagy irítálnám őket. De sajnos erre is van példa, mint hogy ez az icánál is megtörtént. Uh -huh. Akkor te bekapcsolsz, tehát ilyenkor neked van egy ilyen, tehát magadat felidegesíted valójában én ezzel a jelenséggel. Fel. Én az icánál sem idegesítettem fel magamat, hogyha erre vagy kíváncsi. Az icánál engem az zavart, hogy igazságtalanul, euh, én úgy gondolom, hogy igazságtalanul euh, kapta fel a vizet arra, amit én mondtam, mert ő előtte ugyanabban a hangnemben és stílusban beszélt a Szabival, vagy nem tudom már kinek kiabált oda folyamatosan, és én oda mentem az icához, és megadtam neki a lehetőséget, mondtam neki, hogy ica kérlek, akkor menjél, én itt maradok a kapunál, tehát nem kell itt állnod. Kérlek, menjél, akkor fogd a malacokat, vagy amit akarsz, és akkor már megmakacsolta meg magát, és nem, nem, én akkor maradok, nem megyek sehova. És akkor ezzel mit csináljak, érted? Isten ezen bepörgette magát, és nyilván, mire odamentem, mentem, felstuffolta magát, elkezdte mondani, 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 és belőlem meg kiszakadt, mert belőlem meg kiszakadt, hogy Itza nagyon szépen kérlek, ne is, rám a frusztrációidat. Mm. Mert hogy néha nem tudok ott tenni a szemre, és akkor ez így kiesik rajta. Mm. De hogy ez abban a szituációban ő ezt csinálta. Mm. És ezt senkitől nem viselem el, mert... Az ő frusztrációja, saját maga foglalkozom, vele, ne akarja az én akasztani. kasztani. Ja, csak annyira pontosan volt ez megfogalmazva, hogy nekem az volt a fejemben, hogy te ezt többször élted át. Tehát, hogy te pontosan tudod, hogy mi történik abban a szituációban, azért és tudom. azért és tudtam ezért tudsz -e pontosan reagálni nem. ennyire töményen. Azért tudtam pontosan, hogy mi történik, mert én nagyon sokat foglalkozok energetikával egyébként, én éveket tanultam is tanulom a mai napig, és vannak olyan képességek, amik az em amik fejlődnek az, által az emberben mindenki leszületik ezekkel a képességekkel, csak olyan 5-6 éves korunk után ezek így elvesződnek, és hogyha ezzel foglalkozol, akkor ezek nagyon szépen visszajönnek és kitisztulnak, és, és hát ha akarom, ha nem, nagyon sokszor így tudok olvasni így az emberekben, az emberekről, és átjönnek információk, anélkül, hogy kérném, vagy szeretném, és az icr is, akkor ez a csomag jött át, és ez így kiszaladt a számom. De szoktad egyébként kordában tartani ezeket, vagy hagyod, hogy szaladjanak? Szoktam egyébként. Nem, nem szoktam. Én nem. <laughs> azért van olyan szituáció, amikor az ember kordában tartja. Aha. Tehát, hogy tudsz viselkedni. Ö, igen, igen. igen. Mert, minket szerintem ki is derült egyébként, és csak provokálak meg itt, csak a szívom a véredet, mert tudsz viselkedni, szerintem, abszolút. Lehet. Én De bizony. az arcodra rá van azért írva mindig minden. Tehát Most ha, is ha, ha tudod magad kontrollálni, akkor is rá van írva az arcodra azt, amit az a szituációra. Ez így van. Ez így van. Ja. De én így szeretem az arcomat beszédes. A műsor kapcsán egy másik ilyen felhozott komment téma, Igen. a melbimbók ügye. Na, mesélj! Ugye, szerintem emlékszel rá, hogy én rákérdeztem nálad bent, ilyen óvatosan, hogy, hogy nem tudtam, hogy te tudod-e, hogy a melbimbó az egyfolytában látszik, vagy nem, és szóltam, hogy, Nekem egyébként nincs vele bajom, de hogy te tudod-e, hogy ez van, és hogy nem szavar e téged, hogy ez van. Tehát hogy elég kellett erre így rákérdezni, de hogy nem akartam azt se, hogy te aztán esetleg ne tudd, és utána szembesülj a tévében, hogy ez így ki van rakva. És mondhatod, hogy igen, és téged nem zavar. Ami tök-oké. Mert, bocsem, jéközzel vágot, csak el akarom mondani a saját véleményt egy negyek támadható, persze. hogy akkor én most itt a megbímbot le akarom tiltani a televízióból. Szerintem 2023-ban tartunk ott, hogy ez megtörténhessen, és ezt lehessen tévében látni. Ennek ellenére csomó komment előtt zavar. Ez a, ez a jelenség. Ez olyan, mint a kritika, hogy nézd meg, hogy ki mondja. Uh -huh. Szerintem. És utána mérlegeled, és, és te utána eldöntöd, hogy elfogadod-e attól az illetőtől vagy sem. A Mabimbo ügyben Danával vittük szerintem az ügyeletet folyamatosan. A szegény volt el, az egész átlátszott az Azért egész. egész sokkal durvább volt szerintem, mint nekem néha. Figyelj, én amióta az eszemet tudom, nekem ilyenek. Így teremtette meg őket a Jóisten. Télen, nyáron, hidegbe, melegbe, ők mutatják az irányt, tehát, hogy ez van. És, és tök őszintén, most csak azért, hogy, hogy én ne kapjak esetleg negatív kommenteket arra, hogy nekem éppen látszódik a melbimbom, én azért nem fogok felvenni melltartót, hogy, hogy pár ember jobban érezze magát. Hm. Mert én így érzem jól magam, és, és én ezt vállalom. De hogy te látsz máson, az is természetes, az sem Én más véget. Sem szólok meg, egyáltalán, de hogy is. Jó, mondjuk Danának volt, hogy én is szóltam, mint hogy más is szólt egyszer, hogy a hogy ott tényleg minden látszódott, hogy az nehogy azt nem baj legyen belőle, mármint, hogy neki ne kéne legyen kellemetlen. De, de én úgy gondolom, hogy, hogy én így érzem jól magam, szerintem nem egyszer, mert berohangáltam a tévében, de lehet, hogy az se zavart volna mindenkit. De hogy... tapsoltam volna hozzá. Azt azt tudom. De hogy, szerintem nem kell ennyire prűdnek lenni a mai világban, tehát hogy ma már szerintem sokkal nyitottabbnak kellene lenni, sokkal elfogadóbbnak kellene lenni így a, a másikkal szemben. Tehát ez nem egy Isten elleni elkövetett merénylet szerintem, amit csinált. Csak a te megítélésedet, ez nem befolyásolja szerinted? Úgy, hogy van a múltad egy olyan dolog, ami lehet, hogy éppen nehezíti a te karrierednek az előrehaladását. Igen, de most akkor ebből kifolyólag húzzak magamra egy zsákot, tudod, és kössem magam zsugorba. Tehát, hogy... Én nem mondok se, tehát hogy, én, tudom én csak ne, kérdezek hogy ebben persze, a dologban, engem nem zavar abszolút, tudom, csak, tudom, az, hogy Tudod, így van egy alapvető megítélése az embernek, akkor az is oké, okay, hogy ez téged lesz, leszarod, és magas. Nem az, a hogy leszarom, csak nem tudsz mindenkinek megfelelni. Ez valóban így van. És nem is akarok mindenkinek megfelelni, sőt, egy magam, szeretnék megfelelni, és a szeretteimnek, és a családom, hogy ők jól legyenek, ők jól érezzék magukat, ennyi. Az, hogy tényleg XY mit gondol arról, hogy most nekem látszódik a mábibon, vagy hogy átlátszódik a, a pólón éppen, hogy vagy nem, azzal én nem tudok mit csinálni. Mm. A műsorban csináltál volna valamit máshogy? Igen. Csak nem átküldtél volna a pirosakhoz? Nem. <laughs> Oké. Okay. Akkor nem velem kapcsolatos? De veled kapcsolatos. Ja, tényleg? Veled kapcsolatos. Meg a Danával. <laughs> Tehát engem hívtál volna ki párba, Téged is akartalak. Ezt mondtad egyébként valakinek, vagy csak magadban? Nem, ő tudta. Uh -huh. Mondtam neki egy tényt. Én nem tudtam például, volt, tehát nekem ez nem volt meg, ez a, ez a dolog. Persze, én téged szerettem volna kihívni. Uh -huh. Aztán történt, ami történt. De nyilván én mondtam a Danének, hogy téged szeretnélek kihívni, és uh, könyörgött, hogy én őt vigyem ki, mert hogy ő haza akar menni. Uh -huh. Tehát, hogy megesküdött mindenre, hogy kihívom, akkor elveszi a párbajt. Uh -huh. Mert, hogy nem akartam, mondtam neki, hogy nem szeretnélek, de nem mert, hogy nekünk van lerendezni valónk egymás közt. És, uh, és úgy gondolom, hogy az lenne, hogyha téged vinnélek de hogy megfogott. Fele ilyen távolság volt köztünk, mint ami most van. És, és mondta, hogy néz a szemembe. Belenéztem. És hogy hidd el, hogy semmi pénzért nem vágnál a kert. Jó, Dana. Uh -huh. Ezt el lett, ami lett. Uh -huh. Úgyhogy ezt megbántam, hogy nem hallgattam saját magamra. Ugyan ja, azt mondta, hogy mi győztük őt meg valójában, és nem úgy, hogy mi beszéltünk vele, hanem azt, hogy mi őt vártuk vissza. Ez győzte őt meg, hogy, hogy ne adja fel a párbajt. Én ezt értem, Levi, csak én mondtam a Danának, hogy én meg nem szeretnék hazamenni, és ő tudta teljesen az én álláspontomat. Az, hogy ő már a párbaj előtt is, ugye két naponta volt, aki a hullámvölgy, hogy hazamegy, nem megy haza, hazamegy, nem megy haza, én erre nem tudok mit mondani, ez őt minősíti, ez az ő döntése volt, ez pedig az enyém, hogy én megkötének álltam neki, és elhittem azt, hogy tényleg be fogja tartani azt, amit ígér. Uh -huh. Mindannyian mások vagyunk, más meg a dolgokat. Mm, ennyi. Uh -huh. Összetört ez? Én alapvetően nem bízom az emberekben, és ezért ezzel nagyon nagy fegyvertényt adtam adnak kezébe, hogy, hogy azt mondtam, hogy akkor őt viszem ki, és nem téged. És igen, nagyon-nagyon csalódtam benne, főleg úgy, hogy a mai napig azt sem mondta egyébként, hogy ne haragudjak azért, ami történt. Egyszer sem hagyta el ilyen a száját, és azért úgy gondolom, hogy a, hogy a helyzetre való tekintettel azért egy ilyen lehet, hogy jól esett volna. Uh -huh. A Johnny kívül mindenki rátette az utilapot uh -huh. a farmgyűlésen. Te érzékeltél abból valamit, hogy veled problémája van a csapatnak? Tehát, hogy te ezt, ezt érezted, hogy ez létezik? Mert ugye úgy tűnik, mintha én szervezkedtem volna, de azért ezek az emberek, ezek nem befolyásolható emberek, tehát hogy fel lehet vetni egy témát ö, nekik, de hogy én nem tudom őket befolyásolni arra, hogy arra tegyék, akire nem akarják olyval tenni a jelüket. Befolyásolni nem tudod, de irányt tudsz nekik mutatni azért nagy játékos vagy, amit tisztelek benne. Igen, de azért Zsuzsi, hogy nem volt nehéz. Ha nézed a műsort, akkor a, a Dana kirohanásai, amiket ők beszéltek. Igen, a, de utána a Danával mi meg is beszéltük. Tehát utána azért az is benne volt a műsorban, hogy én oda mentem hozzá, és letisztáztuk, és utána sírva nevettünk konkrétan azon, ami történt. Tehát nézd, mindenki hozott egy döntést, nincs ezzel semmi baj, levén azt az egy dolgot nem értettem egyébként, hogyha nektek ekkora problémátok volt velem, akkor miért nem ültetek le, és mondtátok el, mert hogy egyikőtök sem jött oda hozzám, és senki nem mondott nekem semmit. Csak mosolyogtatok az az a szemembe. Az volt, hogy veled, én többször leültem vele, de te is emlékszel. Még és hát elmondtam a azt is, helyezben. hogy nekem mi a problémám, és mi a csapat problémám. Én még ezt is elmondtam neked, mert hogy én a, a szövetségesemnek tartottalak téged. Így van. És uh, elmondtam ezeket neked face to face is. A műsorban ez nem volt bevágva, de ne tagadjuk le, ezek megtörténtek Mi beszélgetünk kétszer-háromszor. És uh, amikor azt látja az embert, hogy hiába mondja neked az ember, többször, csak azt látom, hogy levagdossuk a vadhajtásokat, ezt használtam ezt a hasonlatot egyébként többször a műsorban. És hogy nem, nem gyökerestől kezeljük a problémát, hanem azok újra kinőnek és újra elindulnak valamára, akkor egy idő után nem próbálkozik az ember szerint. De mi volt ez a probléma azon kívül, hogy, hogy esetleg dirigálós voltam? Mert én senki nem mondta. Való igaz, hogy odalent már a pajtában nem volt el dirigálós, ugye egy, egy ciklust te a háttérben irányítottál, ugye a lányok csinálták. Én ott már nem is irányítottam, ott a Laki az egész. Én egy csapatvezető voltál valójában, csak az irányítás. Névlegesen, de hogy már semmit nem csináltam. Tehát, hogy tudod, az ne kevésbé jött elő ez a történet. De ez akkor a sebeket hagyott szerintem emberekben, hogy ez ott maradt. Igen, csak tudod, azért azt is nézzétek, hogy lehet, hogy sebeket hagyott bennetek, de viszont megnyertünk két termelési ciklust és hogyha azt nem nyerjük meg, akkor lehet, hogy hogy mondjuk a, a pajtába már két emberrel kevesebben kerülünk le, és lehet, hogy te nem lettél volna ott, vagy lehet, hogy a Dana nem lett volna ott. Tehát azért mindennek van egy van egy hozadéka, és lehet, ez pozitív és negatív, és nem csak mindig az egy oldalát kell nézni, hanem mindegyik oldalát meg kell szerintem Ez mert mi lett volna, ha. De ez nem lett volna, ha me mert hogy ez tényleg így volt. Így belé. volt igen, azt elismerem, hogy például nálad a. a végciklus, az nagyon erős volt, hiszen te ebben nagyon otthon voltál ebben az mm. egész sütés főzés témakörében, de főleg a sütésben voltál otthon, ugye a, a, tejnél azért te is sötétben volt egy picikét, úgy emlékszem erre, nem? Tehát a teljes adatoknál. A teljesnél azt mondtam, hogy a tejföld, a tejszint és a túrót életemben nem csináltam, azt ugye átadtam ott a karesznak, mm. mert ő mondta, hogy ő tudja. A sajtók, meg a vaj, az igazából nem volt sötét terület, mivel rengeteget járó piacra, és ezt úgy nagyjából képben voltam vele, de teljesen mindegy. Mondom, visszatérve igazából az eredeti kérdésedre, én csak tényleg azt nem értettem, hogy miért nem jöttetek oda hozzám, és miért nem mondtátok el, hogy ez is ez volt a problémátok velem. Mert az, hogy mi ketten leültünk és beszéltünk, az egy dolog, de rajtad kívül senki nem jött oda hozzám beszélgetni. A Danával volt a két kirohanás, amit megbeszéltünk, de azon kívül síri csend. Hát erre nem tudok válaszolni a többi Tudom, csak tehát, én az, ezt, most így mondom. Én ezt, én ezt, megcsináltam, ezért mondtam neked egyébként Tudom. egy élőzésünk folyamán, hogy írják, hogy a hátad mögött beszéltem, de én megmondtam neked a szemedbe is. Lehet, hogy nem pont ugyanazokkal a szavakkal, mint a hátad mögött, mert nyilván egy ember szabadabban beszél, akkor hogyha az illetőnek mondja a szemében a dolgot. így van. Tehát, hogy, de nem hiszem hogy egyébként, hogy, hogy beszéltem volna de a hátad mögött, tehát nem volt olyan szerintem, amilyen azt én nem tudom, hogy miért nem kérdezem. A műsorban láttad, nem? Hát amit bevegtek, persze. Sőt, volt egy olyan szituáció, pont erről beszéltünk az előbb a laki Zsuzsival, hogy amikor beszéltem a Zsuzsival rólad, és te bejöttél, mi nem hagytuk azt abba, azt a beszélgetést. Tehát nem az volt, hogy megjöttél, hogy szia Zsuzsi, hogy vagy, milyen szép az idő, hanem mi folytattuk azt a beszélgetést. Nem, azt éreztem egyébként, hogy ott már valami sunyogás van az utolsó etapban, az utolsó pár napban. És emlékszem, hogy, elmékszem, hogy hozzád is oda mentem az utolsó, tehát farmgyűlés előtti este? a ott Mégre Az, mondjuk az már nem volt kamerában, mert nem volt ott stáb, és ott álltunk bent a pajtában, a konyhában. És, és oda mentem hozzád, és megkérdeztem, hogy na tudod, hogy kire szavazol? Ez az aznap volt még. Az még az a farmgyűlés előtt volt konkrétan. Ha? És kérdeztem, hogy kire szavazok, és majd megbeszéljük, ezt mondtam. Igen, Láttam a szemedbe, igen. hogy akkor esik le, hogy mi történik. Igen, igen. Na, az nem volt túl kellemes érzés. Azt láttam, igen. Igen. Ez nem volt. De ennyi. Tehát, hogy a mások csinálnád a dolgot, és engem hívnák ki párbajozni. Igen. igen, igen. Szerinted igen. én mit választottam volna erőt, logikát, vagy ügyességet? Bármelyiket választhattad volna. Miért? Mert um, ja, kiálltál volna nem? Igen. Erősen. Ez így van. Nem tudom. Sokat gondolkoztam rajta egyébként, hogy te mit választanál, hogyha ha téged hívnálak ki, hogyha most ez ugye jön ez a dilema, hogy jaj, hogy férfi nőtt, nőtt férfit, hogy jaj, hogy akkor férfi nem választhat erőt, Mindenkinek szerintem szabad döntés joga van, és simán választhat bármit, ha... mert onnantól kezdve ez már egyéni játék, hogy ott állsz egy pár bajban, és mindenkinek nyilván az a cél, hogy bent maradjon abban a játékban. És hogyha te, ha kívtalak van, és erőt választottál -e, van, a szíved joga lett volna, hogy erőt választ. Mi azt mondtam a Sántalacinak, mert ugye ő Így neki van. voltak emiatt elkölcsi problémái. Hát. hogy a téged kihív egy nő, akkor ő pontosan belekalkulálja azt a az kíváns, hogy te az erőt választhatod. Így van. Tehát, hogy szerintem nincsen semmi probléma. Nekem se so lett volna vele problémám. És te gyúrtél van erőben, mi? Nem tudom, attól függ, mi lett volna a feladat. De mit választottál volna? Én szerintem erőt. Erőt, de egyébként a logikát még talán, ügyességét nem, ügyességben nem voltam annyira jó. De jó volt ez szerintem. Nem tudom, ennek ezek a futóságítékok nekem nem annyira feküdtek de amikor nem lehet, nem kellett volna futni nyilván egy párbajon, csak azt mondom, hogy azon a ponton, amikor te ugye távoztál, akkor én tudtam, hogy, a, hogy az ügyesség, legalábbis úgy tudtam, hogy az ügyesség az nekem nem működik annyira jól. Figyelj, le, tarthatuk volna mi is a tojásokat. És végül két tojásot. Kipróbálhatnánk majd egyszer, hogy ki, ki bírja tovább tartani a, a, két tojást. Éppként mm. euh, mennél újra ebbe a műsorba? Tehát, hogy olyan élményekkel távoztál, hogy újra mennél, vagy ez akkor a csalódás volt, amit átéltél, hogy hogy nem mennél újra. Én a műsorban nem csalódtam, emberekben igen, szereplőkben, játékos társakban igen, mert én alapvetően a való életben is az őszinteség híve vagyok, és valószínűleg sok embernek nem szimpatikus és nem szeretik, mert sokan az őszinteséget összekeverik a nyerséggel, Haladta a kettő nem egy lapon említendő, de mennék újra szerintem. Mert maga a játék az meg szerintem nagyon jó. Uh -huh. Tehát fenomenális tapasztalatokat ad jó ott lenni, magaddal is, vagy magadról is tanulsz nagyon sok mindent, Úgyhogy jó, de hát azért van még pár, pár ilyen műsor, ami így felkeltett az érdeklődésemet. A csapat is jó volt egyébként, tehát oké, okay, hogy ilyen olaszosak voltunk, de egyébként kedveltük egymást. Ez jó, És hát szóval, hogy most az emberek is, hogy akkor most a, nem tudom, a Szabi kiszavazásán, ki és hogy összefogtunk kell, és kiközösítettük, hát a játéknak a szabálya, hogyha elveszítünk egy ciklust, akkor valakire kell tenni az utilakot. Tehát, hogy ez nem személyes, valakire nem, 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 rá kell tenni, nem, nem, nem. és egyszerűen a csapat a, Húgy aki a többség meg, eszi, az, az, megy párba Ez így van. Tehát ez ennyire egyszerű, és ez nem, nem személyes, meg nem, 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 az emberről Pontosan. szól, hanem van egy szabály. Jó, csak nyilván mi ezt máshogy éljük meg, és a tévénéző tév is otthon a kanapéban, vagy a fotelből nézve ezt máshogy éli meg, és máshogy gondolja. Mm. Ez így van. De jó volt. <laughs> jó, jó buli volt az egészen biztos. Meg tényleg jó volt, mert a, ugye az ember ebből, ahogy beszéltük, fél órát lát a műsorban, és azért mi mm. együtt töltöttünk 24 órákat konkrétan. Igen. Abból szerintem Mengetek egy jó időt. húszat majdnem fönt voltunk, és talpon voltunk, Bőven és, és ébren voltunk, és elég későn feküdtünk, és dumálgattunk egymással. Tehát, hogy ö, mi sokkal színesebben látjuk a, a csapattagokat, mint amennyire a tévénézők azt van. látják. Ez így van. Hát azért a nap felkeltével keltünk jó formán. Általában. Te igen, én nem. Én igen, tenem, Igen, most ezt így gondolkodtam, hogy te nem. volt, hogy vittem neked a kávét, és te még szuszókeltál. Nem voltam túl sokszor, ezért áll is, de igen. Ja, azért párszor volt. Hogy igen, párcsor de párcsor hogy, volt. Hogy igen, de párcsor hogy párcsor eh, pont a karcsi mindig árazott, hogy milyen szép a nap felkelte. Ott hallottam interjút, soha nem volt. láttam. gyönyörű volt. olyan égővörös, izzóvörös színben izzott az egész nap. Nagyon-nagyon szép mm. volt. Mi a legjobb élmény? Hát ezt a birkes feladatot én imádtam a birkanyírást. Ezt Figyelj, nagyon után szerettem. Utána lemezelni? Nem. Tudom, mert hogy te azt mondtad, hogy én tudok nevezelni. Hát ugye, amit bevágtak az adásban, hogy mondtam, hogy besegíthettél volna a másik izébe, és én arra gondoltam, hogy tudtál nevezelni, és abban segíthettél tudta. volna, mert nem abban, hogy, hogy a magad, és te csinált, hanem az, hogy a nevezelésbe segíts be, hogyha tudod. Nem, nem tudtam. Tényleg. Én annyit tudok a nemezelésről, de ezt egyébként elmondtam az interjúban is, még ott, de szerintem nem tudom, hogy bevegtek, vagy nem vegtek be, mert ugye ezek a részeket most nem láttam, hogy életemben nem nevezeltem, viszont uh, ilyen tutorial videókat néztem, ilyen YouTube, ilyen hogy hogy kell, mi a folyamata, és onnan megvolt, hogy szappanozod, egy mestra merőlegesen teszed el a rétegeket, tehát ez megvolt, ezt tehát tudtam. Te próbáltad is a pontos sapkán, és nem jött össze, ugye emlékszem, igen, hát, hogy hiába igen, igen, a táskát csináltam nektek egyszer, egy rétegeztem. Ennyi, de ezen kívül többet én sem tudtam a növezelésről. Megvoltam, hogy győződve, hogy tudod, és nem. direkt nem segítesz, hogy bukjuk el. Nem, 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 ilyet nem csináltam volna. Tehát, hogy, hogy bármi is történt volna köztünk, vagy bár, köztem és bárki között a csapatból, az, hogy a csapat megnyeri a termelési ciklust, az, az nálam így mindent felülírt. Tehát, hogy nem, ilyet nem csináltam volna. Varni tudtam, tudok is a mai napig, nyilván szeretek is, ilyen kis keresztemes, mit tudom én, ilyesmiket imádtam, egy jó időben nagy hobbim volt, az ilyen mindenféle pötyörgés, de, de nem ezen nem. Zsuzsi, köszönöm, hogy itt voltál, és hogy már vége is, Én nem már nem, nem tudtál meginterjúolni. Ó, na, akkor összehozzuk Na, na jó, köszönöm. Ugye, a legjobb egyiket ebben a műsorban az, hogy hiába voltak konfliktusok, az ott hagytuk a műsorban, és ott, Csabdín, és ott hagytuk Csaptin, és ott hagytuk a Pajtában, meg. a Parasztházban, és egyébként tök jól tudunk egymásra dumálni. Ez így van. Úgyhogy gyere vissza, és az interjúoljál meg. Jó, nagyon szívesen. Köszönöm, hogy meghívtál. Szia! Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzá, lájkold like őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon vagy a TikTokon.